Több előadást is megnézett már Kis Anikó néptáncoktató a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Központjának programjai sorában. Ez a mostani különösen vonzotta, hiszen a tanulás jövőjéről és a COVID-19 összefüggéseiről szólt. Mint pedagógust és szülőt is fokozottan érintette a probléma. Ez a jelenlegi alkalom ez azért vonzott, mert pedagógusként és szülőként is átéltem az online oktatásnak a világát, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond az MCC előadója erről a témáról, mert nekem is vannak tapasztalataim, és szeretném esetleg ütköztetni az előadás végén, hiszen erre mindig van lehetőség, hogy kérdezzünk. A pedagógus társadalom és a szülők véleménye is megoszlik. Van, aki szerint nagy jó dolog volt a pandémia alatt az online oktatás, azonban van, aki szerint sok nehézséggel kellett megküzdeni, és inkább negatív élményei voltak. Pedagógusként azt láttam, hogy nagyon sokaknak hátrányt jelentett, akár abból a szempontból, hogy nem állt rendelkezésére megfelelő internetes vagy számítógépes háttér. Másfelől pedig azért, mert a szülők esetleg nem tudtak, vagy nem akartak foglalkozni azzal, hogy a gyerek tanuljon, vagy felzárkózzon, vagy elkészítse a feladatait. Szülőként pedig abban láttam a nehézséget, hogy nekem is 2 gyermeket kellett, hogy hirtelen az online-ba átállítsak, és nem volt otthon nekünk sem annyi számítógép, nekem is dolgoznom kellett volna számítógépen, tehát nekem mondjuk lehetőségem volt beszerezni használt laptopokat, és akkor annak segítségével tudtam a gyerekekkel foglalkozni. Ugyanakkor nehéz volt az, hogy dolgozzak is, ha valamit nem értett, akkor elmagyarázzam, hogy ellenőrizzem, hogy elkészült-e a feladatokkal mind a 2 gyerek, és akkor így ezt valahogy koordinálni, meg időre meglenni. Dr. Settényi János oktatáskutató a COVID-19 pandémia másfél éve alatt különös élességgel feltárult globális és hazai oktatási folyamatokat elemzi előadása során. Most vagyunk nagyjából túl ezen a világjárványon, tehát felvettül a kérdés, hogy miért kell erről akkor beszélni. Azért kell, mert a másfél-két éves globális iskola lezárás nyomán olyan dolgok tárultak föl, amik nyomán sokkal többet értünk most már az iskolarendszerről, az oktatás működéséről, és az egyik legérdekesebb dolog az volt, hogy az iskolák bezárásával a kőházak, tehát a tanítás leállt egy ideig, de a tanulás nem állt le, tehát ketté vált az oktatási rendszer, meg a tanulás. Most ez újra visszakapcsolódik a normális iskolákba, bejárnak, becsöngetnek, kicsöngetnek reggelente, de hogy másfél évig láttuk azt, hogy a tanulás működtethető kőházak nélkül is. Ez rengeteg érdekes következtetésre ad okot, és azt fogom elmesélni az előadásban, és utána beszélgetek a pécsi kollégákkal erről, hogy milyen világszerte, milyen kísérletek zajlanak, amelyek a COVID-ból és a lezárásokból próbálnak tanulni. A digitális oktatáson messze túlmutatva képet vázol arról, hogy milyen változások előtt áll a tanulás és az oktatás világa a következő években. Felvetődik az, hogy ha önállóan is tudnának online programokban tanulni, amiből lehet érettségizni, választhatnak ilyet is, és persze járnak iskolába, és a normál tantárgyakat tanulják, színesíthető-e az oktatásnak a kínálata, és egy kicsit személyre szabottabbá tehető ez a dolog. Tehát lesznek olyanok, akik például gazdaságot, pénzt akarnak tanulni. A régi gyengességünk, és ez egy konkrét példa, hogy az 1800-as évektől a magyar értelmiségi elit a mai napig úgy szerez érettségit, úgy nő föl, hogy a gazdaság a pénz működéséről nagyon keveset tud. Ez nem tananyag. Nem is lehet azzá tenni a fizika, matematika, kémia, biológia mellett ezek a hagyományos tantárgyak, és ez jól van így. De miért ne lehetne ilyen dolgokat oldalirányban tanulni, és mondjuk ilyenekből érettségizni? Ez egy másfajta tanulás iskolarendszer képét vetíti elő, személyre szabott és teret enged a gyerekek érdeklődésének is, teszi hozzá az oktatáskutató. Feltárultak ezek a problémák, a COVID egy pillanatra elhúzta a függönyt, megláttuk ezeket a dolgokat, de ezek lehetőségek is, ez a válság. És a tanulás jövője pedig az a kérdés, hogy a gyerekeink mondjuk a 2030-as években a világban hogyan fognak tanulni. Ebben az iskola ott lesz, az egészen biztos, de egy fontos szereplője lesz ennek a tanulásnak, és mások is be fognak ebbe a mezőbe lépni.
Az előadás végén felmerülő hallgatóság kérdéseire válaszolt az oktatáskutató szakember. A Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Központjának programjain való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt pedig az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályozásokhoz igazítják.